Már számtalan kutatás bebizonyította, hogy a mesélésnek rendkívül fontos szerepe van egy gyerek fejlődésében. A mesélés hiánya összefügghet a felnőttkori lelki problémákkal is. A témáról Balajti Marian meseterapeutával beszélgetünk. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Köszönjük, hogy eljöttél. És köszönöm. Van nálad két nagyon helyes plüs. Így van. Na akkor beszéljünk először róluk, hogy ők egészen miért, pontosan miért is vannak nálad? Ők Bella és Belló plüssök. Hát a lány az egy tipikusan egy ilyen kis lágy, kis meleg lelkű, ugye ez a klasszikus kislány, még a fiú egy kicsit csibész, de ők szeretett tündérek, és igazából jókra tanítják a gyerekeket. Ugye egy kicsi ellensúlyt tartanak ebben a digitális világban, tehát az ők mesét mondanak, 300 hangos mesét tudnak mondani egy applikációval, és itt a kis pocakjában van egy hangszóró, amit ha megnyomunk, rácsatlakozik a telefonra, és a szülő ki tudja választani, hogy milyen mesét, ezek terápiás mesék, lélekerősítő mesék, tehát amire éppen a szülő úgy érzi, hogy szüksége lehet a gyereknek. Egyik mese sem ártalmas, tehát ha mondjuk a szülő találkozik egy olyan, hogy válásos mese, nyugodtan meghallgathatja a gyermeke, mert ha nem is ők válnak, mondjuk az óvodába válnak a kis barátainak a szülei, és azt is fel kell tudni dolgozni. Alapvetően mi a mesék jelentősége a gyermekek életében? Miért van rá szükség? Olyan morális tanítása van, amit mi ugye gyerekkorunkban azért nagyon sokat megkaptunk, meselemezek, mesekazetták, szüleink meséltek. Ugye megtanuljuk belőle azt, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a helyes, mi a helytelen. Ugye úgy indul minden mese, hogy valamilyen nagy problémát kell megoldanunk. Ugye a legszegényebb fiú is elindul, meg a legszámkivetettebb is, és ha nem találkozik a nagy paripával, hát akkor a kis gebével is útnak indul, és leküzdi a félelmeit. Ugye ezek a belső útunk, hogy indulj el, csináld meg, meg tudod csinálni, képes vagy rá. Kiállja a 3-7 próbát, ne add fel az elsőnél, ugye a sárkány 7 fejét, mind a hetet le kell vágnunk. Tehát ugye azt tanuljuk meg útközben, természetesen segítenie kell a bajba jutottaknak, ugye nagyon sok mesébe a halacskát visszaviszi a tóba, vagy bármi hasonló, ugye ez azt mutatja, hogy hajolj le, segíts annak, akinek szüksége van rá. És kér is segítséget, ha kell. Tehát ugye ezeknek egy ilyen társadalmi formáló szerepe van. És mi különbözteti meg a terápiás mese, vagy mi az, ami megkülönbözteti, vagy mi az, amitől más lesz a terápiás mese? Tehát akkor az nem ilyen jellegű tanításokkal próbál operálni, hanem különböző problémákat próbál oldani a gyerekben? Így van, így van. Ugye nagyon sok problémájuk van most már a gyerekeknek, ami régen nem volt. Tehát megnövekedett válásszám, mozaik, családok, egy Covid, egy háború, tehát ami azért nem volt annyira jelen, sok utazás, ugye nagyon sokan például rengeteget autóznak, és ugye ez egy új keletű probléma, és akiben ez traumát okoz, azt fel kell tudni dolgozni. Na most ez nem úgy néz ki, hogy leülök, és a gyereknek azt mondom, hogy drága kis szívem, anya és apa szereti egymást, de elváltunk, pont. Tehát ugye ezt a gyereknek a lelkéből kell szépen lassan kiszedni, meg kell mutatni azokat a kapcsolódási pontokat, hogy ő hova tud bekapcsolódni. Ugye ez ugyanaz igazából, mint a klasszikus mese, be kell magát helyeznie a szereplőnek a helyébe, csak ugye itt egy adott mély tartalmú problémát dolgozunk fel, nem csak a lelket erősítjük. Milyen problémákhoz, milyen lelki problémákhoz vezetett az, hogyha egy gyereknek nem olvasnak mesét? Mi marad ki a fejlődéséből? Ugye eleve a társadalomhoz való hozzáállása, de ebbe, ami legelső, amivel találkozhat a szülő, például a bullying támadás, ugye ez, erről elég sokat szoktak beszélni, de ugye ez azért, mert nem kellemetlen bántanom a másikat. Tehát akkor azok lesznek idézőjelben bántalmazók, bullying, hát áldozat, tulajdonképpen igen. Nem is ők az agresszorok. De ők magukba áldozatok is. Tehát ugye neki volt valami problémája, traumája, amit ő nem tudott feldolgozni, ez egy belső feszültséget okoz, tehát én azért nem szeretem, amikor rásütik a bélyeget arra, aki bántotta a másikat, mert igen, valóban elkövette, de ő neki van egy feldolgozatlan problémája. Tehát egyszerű maga ott egy feldolgozatlan problémát kapott, amit ő úgy dolgozt fel, hogy másokat bánt. Ha építeni nem tudok, rombolok. De ugye ezek a mesék a gyerekeknek szólnak, így és van. Akkor beszéljünk egy picit arról, hogy ugye ezeket lehet támogatni, ezeket így a plüss mese plüssöket. Így van. Pontosan a nevükre most. Bella Belló. Bella Belló. Hogyan, és miként, milyen formán, és hol lehet jelentkezni, és kiket vártok, vagy kiket vár? Hát elsősorban ugye nagyon sok óvoda és bölcsöde jelentkezett már most, illetve folyamatos. Szeretnének ilyen plüss. Így van, ugye nekik ez ingyenes, ők felregisztrálnak a tündérplüss.hu oldalra, és ők ott kitöltenek egy jelentkezési lapot, hogy ők szeretnének erre jelentkezni.
jelentkezni, viszont amit nagyon fontos, hogy támogatókat várunk, már kicsi cégek is támogatnak minket, tehát egy biatorvágyi fodrászszalon, a detroiti szalon, és stb. Tehát nagyon sokan támogatnak, de nagyon sok tárgyalásunk van nagyobb cégekkel is, és nagyon szeretnénk, ha minél több felajánlás jönne. Ez azt jelenti, hogy ők vásárolnak egy bekerülési áron, egy előállítási áron egy vagy több akárhány plüst, felajánlják, és utána a legtöbb szavazatot kapott óvoda, bölcsöde, kórház megkapja, vagy ő maguk is mondhatják azt, hogy én ebbe a bölcsödébe jártam, és én annak szeretném adni. Az fontos egyébként, hogy a szülő olvassa a mesét, vagy esetleg ugye egy ilyen kis figurán keresztül hallják a gyerekek a mesét? Én azt mondanám, hogy más a kettő, tehát ha én, mint anyuka olvasok, vagy apuka, az a legjobb, az a legcsodálatosabb. De azért valljuk be, hogy nagyon rohanó társadalmat élünk, tehát hogy anyának is van egy kis karrierje, örül, ha építgeti, mellette takarít, főz, mos, nagymamával is foglalkozik még egy kicsit esetleg, tehát olyan rohanó világot élünk, hogyha már nincs ideje olvasni, akkor ne bántsuk érte, hanem inkább akkor hallgasson a gyerek egy tündérrel egy mesét, ugye ez jó kis puha, megöleli a gyerek, és amikor megszólal egyébként a két színész hangján, akkor ő el is képzeli azt, hogy életre kelt. Tehát, hogyha már nem az anyai hangot adom, meg az apai hangot oda, akkor legalább egy tündérvarázslatot adjak oda. És ugye pont ez az, hogy nem csak a terápiás jellege jó ezeknek a meséknek, hanem a képzelő erőt, az empátiát, és még meg annyi más tud ezzel rengeteg mindent, tehát fejleszteni. Szerintem itt ülnénk pár óráig, hogyha elkezdenénk fel. A jótékony hatásait, igen, tehát hihetetlen sok mindenre pozitív hatással van, ugye ezt tudjuk, hogy akinek mesét olvasnak, az 7 éves korára 2 évvel megelőzi a társainak a fejlettségét, tehát logikában, mindenben, tehát, és még nem is beszéltem a morálisról, hogy ő egy segítőkész ember lesz, aki majd bekerül a mi társadalmunkba, aki majd találkozik a mi lányunkkal, fiunkkal, ilyen-olyan nexusba, és az mennyivel jobb nekünk. Meddig lehet jelentkezni? December 31-ig lehet jelentkezni az óvodáknak, viszont februárig várjuk a támogatók jelentkezését, ami nagyon fontos lenne, hogy mindenhova eljussunk, ugyanis február 14-én hamvazó szerdán lesz a sorsolás, hogy ki gyerte meg igazából. Nagyon-nagyon jó kezdeményezés. Köszönjük, hogy itt voltál.